királyi marcipán, amit mi alapítottunk annó sok-sok évvel ezelőtt, az most már eljutott oda, hogy elég sokan ismerik már Magyarországon, és képes arra, hogy ilyen fesztiválokat hozzon létre. Tehát ami azt jelenti, hogy különböző városokban fogunk megjelenni, nagy sportcsarnokokban, illetve művelődési házakban, és egy hatalmas bulit, egy nagy csokoládé édességfesztivált hozunk létre. Úgy látjuk, hogy igény van rá, szeretik ezt az emberek, szeretnek részt venni családostól, gyerekestől, különböző gyermekprogramokat hozunk. Arcfestőket, ugrálóvár, amik ingyenesek a gyermekek számára. Ez az első tatai csokoládé és édességfesztivál, és szeretünk volna olyan csokoládé és édességkészítőket inkább felsorakoztatni, hogy meg tudják mutatni, hogy mit készítenek, mert manapság már csak a bolti csokikat ismerik a gyerekek, meg így a családok. Két műves cukorvilágokkal érkeztünk, amit saját kezdőleg készítünk, és azt szeretnénk, hogyha mindenki jobban megismerni. Mi egy kis családi cég vagyunk, a fiaimmal együtt készítjük ezt a csokit, jó minőségű belga alapanyagból, étcsokiból és fehér csokiból. Leginkább. Vicces, megtévesztő ajándéknak gondoljuk, hogy régebbi mesterségekhez szerszámok készülnek csokiból, és ilyen kis mindenféle figurális dolgok. Csokiszökőkút van, belga csokoládéból van, van étcsokoládénk, van fehér csokoládénk, és van tejcsokoládénk. Ez úgy néz ki, hogy van pohárkelyhünk, abba teszünk gyümölcsöket, banánt és epret, tejszínhabot, díszítést, ki aminek szimpatikus, és azon kívül pedig van eper saslikunk, amit ugye belemárthatunk vagy a tejcsokiba, az étcsokiba, vagy a fehér csokoládéba. Tata nem csak a vizek városa, nem csak a természeti gyönyörűség városa, fantasztikus történelmi hagyományoknak a városa, hanem a fesztiválok városa is. Én azt gondolom, hogy a tataiak egy nagyon-nagyon hálás közönség, az látható a mögöttünk levő nagy tömegből, nagyon sokan jönnek el még egészen biztosan délután is és holnap is, úgyhogy szerintem jó hétvégét fognak zárni az árusok. Hogy tetszik a fesztivál? Honnan hallották, hogy lesz? Egyházi vagyok. És a Facebookról. És a Facebookról értesültem. És onnan értesültem. A gyermekeim Győrbe laknak, és úgy jöttünk le ide, az unokáimmal vagyok, meg a menyemmel, a fiammal, és a két kis tüneménnyel most éppen festeget a homokfestés. Nagyon tetszik, nagyon szép. És gratulálok Tatának, mert nagyon szép város. Nagyon, nagyon fajn a fesztivál, minden rendben van. Az interneten találtuk, hogy ez az első tatai csokoládéfesztivál és édességfesztivál. Mi már Franciaországban több ilyen nem voltunk, kíváncsiak voltunk rá, hogy vajon itt is ugyanolyan jó-e, és nagyon jó. Nagyon tetszik, hát sajnos az öltönyöm az már kicsit szűk, itt leteszteltük a dolgokat, úgyhogy szerintem egy fantasztikus lehetőség, és akár a divatot, az eleganciát, a kulináris élvezetéket össze lehet kapcsolni, tehát én azt gondolom, hogy ha sok szép hölgy fog ezeken részt venni, akkor az mindenkinek a megelégedésére fog szolgálni. Kézműves marcipán desszerteket árulunk, ez egy családi vállalkozás. Egy kis üzembe készülnek, nagyon sokféle ízben, és hát ilyen fesztiválokra, nagyobb vásárokra szoktunk járni velük. Vadszalámikat, vadtöpörtyűket, libatöpörtyűt, ilyen sülteket árulunk. Házi készítésűek. Igen, meg házi kenyerünk is van eladó. Gyümölcsborokkal foglalkozunk, 7 féle édes és 4 féle száraz borunk van. Szerencsére elég befogadóak itt az emberek, szeretünk idejönni Tatára. Házi készítésű tehén sajtokat árulunk, füstölt, natur, vörösborban érlelt, illetve desszert sajtokat, amelyek sárga baracs zsemmes, diós, megyes mákos,